Sziasztok! A mai alkalommal a szótár adattípussal fogunk megismerkedni. A sorozatokkal, amelyeket számokkal indexelünk, már megismerkedtünk. Ilyen volt a lista. A szótárokat kulcsokkal indexeljük. A kulcsok megváltoztathatatlan adattípusok lehetnek, így a szövegek és a számok mindig lehetnek kulcsok a Python nyelvben. A szótárakkal gondoljunk úgy, mint kulcsértékpárok rendezetlen halmazára. Nézzük meg, hogy hogyan hozhatunk létre a Pythonba egy szótár adattípust. Először is létrehozzuk ugye a MyDict típusú szótár változónkat. A kapcsos zárójelek segítségével. Ha most a print függvénnyel kiírjuk a típusát, a MyDict szótár változónak, akkor láthatjuk, hogy a típusa dict, azaz dictionary, azaz szótár adatstruktúrával dolgozunk. Ha a zárójelbe vesszőkkel elválasztva adjuk meg a szótár elemeit, ugye először megadjuk a kulcsot, ez legyen most az egyes egész szám, utána kettős ponttal megadjuk az értéket, legyen az Apple szó, majd vessző, jön a következő kulcsértékpár, ugye jön a kettes számú kulcsérték, majd kettős pont, végül pedig abból szöveget adjuk meg értéknek. Ezután, ha kiíratjuk a változónk értékét, láthatjuk, hogy létrehoztunk egy szótár elemet, amelyben két elem van, az alma és a labda szöveg, amelyekre az egyes és kettes egész számmal, mint kulccsal tudunk hivatkozni. Természetesen a kulcsoknak a típusát keverhetjük is, így például létrehozhatunk egy name szöveges kulcsot, az értéke pedig legyen John ennek, majd az egyes egész szám kulccsal hivatkozhatunk egy listára is, és a lista elemnek a értékeit ugye most megadhatjuk vesszővel, felsorolva egymás után. Tehát most két olyan elem van a szótárban, amelynek az egyiknek a kulcsa egy name szövegváltozó, míg a másik lista értékünknek a kulcsa egy egész típusú integer. Ha most ezt kiíratjuk a konzolra, akkor láthatjuk, hogy szépen a szótárunk működik, helyesen van feltöltve. Szótárt létrehozhatunk a dict konstruktor közvetlen meghívásával is, amely tuple-ökből képes dictionary adatstruktúrát létrehozni. Ehhez hozzunk létre, hogy kipróbáljuk egy tuples névre hallgató listát. Ebbe a listába pedig hozzunk létre tuple-öket. Egyik tuple vesszővel felsoroljuk, jön a következő tuple, föltöltjük, majd létrehozzuk újra a MyDict névre hallgató dictionary változónk, amelyet a dict konstruktor meghívásával fogunk létrehozni, aminek pedig átpasszoljuk a tuples változónak az értékét, ellenőrzésképpen pedig kiíratjuk a MyDict változónak az értékét a konzolra, és látható, hogy létrejött a dictionary a dict konstruktor segítségével. Természetesen a tuple-öknek a listáját közvetlenül is át tudjuk passzolni ennek a konstruktornak, bocsánat, és szépen ugye ugyanazt a szótár adatelemet fogjuk létrehozni így is. Na most az egyik legfontosabb művelet a szótárok esetében, hogy el tudjunk tárolni ugye egy kulcssal egy értéket, majd egy kulcs meghívásával vagy segítségével ugye egy értéket tudjunk a szótárból, a halmazból kivenni. Ehhez ugye hozzunk létre egy egyszerű szótár
elemet. Legyen ugye az egyik eleme, hogy ugye name és John, utána pedig legyen egy másik kulcs, hogy age, és mit tudom én, 26 éves legyen John, ez a szótár, és kivesszük a myDict változóból a kapcsolj zárójelek segítségével a name kulcshoz tartozó értéket, ugye beírjuk, hogy name, és láthatjuk, hogy visszakapjuk a print függvénye kiirattuk, hogy John. Tehát a name kulcshoz a John értéket rendeltük. Megtehetjük ezt ugye az age segítségével is, ugye ha az age kulcsot hívjuk meg, akkor pedig a 26-os számértékkel tér vissza. Mi történik akkor, ha olyan kulcsra hivatkozunk, ami nincs, mondjuk legyen az, hogy address, ugye mondjuk a cím, meghívjuk és hibát kapunk, ugye ha megnézzük, egy key error hibát kapunk, tehát nincs ilyen kulcs a halmazban, ezért a Python hibát dob. Na most, van egy biztonságosabb módja is egy érték elérésének, ehhez a get függvényt kell használnunk, hiszen ha a get függvényt hívjuk meg, és úgy hívunk egy olyan kulcsra, ami nem létezik a halmazban, akkor egy none értéket kapunk vissza, azaz nem talált a kulcsnak megfelelő értéket, és ez helyettesítette egy none értékkel, tehát ez egy biztonságosabb mód. Persze, hogy olyan kulcsot adunk át a get metódusnak, ami létezik, mint például a name, akkor megint megkapjuk a John értéket, hiszen a kulcshoz talált értéket. Ugye az nagyon fontos tudnunk, hogy a kulcsoknak egyedieknek kell lenniük egy halmazon belül. Hogyan tudunk szótár elemeket módosítani, update-elni? Hát nagyon egyszerűen, ugye először is azt mondjuk, hogy a myDictionary-nak, tehát az age értékét szeretnénk fölülírni, ehhez ugye kapcsolzárójelek között megadjuk az age kulcsszót, és egyenlőség jellel az age kulcsszóhoz egy új értéket rendelünk, ez legyen most a 27. És ha most fogjuk kiírni a print függvényen a myDict változónak az értékét, akkor láthatjuk, hogy az age kulcsszóhoz már nem a 26, hanem a 27-es érték tartozik. Tehát ha egy létező kulcshoz rendelünk egy új értéket, akkor a kulcs az új értékre fog mutatni, és a régi értéket el fogja dobni, azt már nem fogjuk tudni elérni, tehát fölülírjuk a régi értéket az új érték segítségével. Mi van akkor, ha olyan kulcsot adunk meg, és adunk annak értéket, ami nem szerepelt, akkor természetesen a halmazban egy új kulcsértékpár fog létrejönni. Tehát, ha megadom most az address kulcsot, és ennek értékül a London szöveget adom meg, akkor már a szótár elememben nem két kulcsértékpár fog szerepelni, hanem három, a name, az age és az address kulcsokhoz rendelt értékeket tudjuk elérni. Rendben van. Miután megnéztük, hogy hogyan tudunk update-elni egy szótár elemet és új elemet hozzáadni egy szótárhoz, nézzük meg, hogy hogyan lehet törölni elemet a szótárból. Ehhez használjuk először a pop metódusát a dictionary adatstruktúrának. Ehhez először is kibővítem a szótár változónkat az address értékkel, hogy egy kicsit átláthatóbb legyen a kód. Megadjuk az address kulcsot, és hozzá pedig ugye a London értéket, és akkor most már alapból ez fogja tartalmazni az adatstruktúránk. Kiíratom, ugye ugyanazt fogjuk kapni, mint előbb. És most elkezdünk törölni elemet a halmazból. Ugye
print függvényen fogjuk mindig kiírni az új állapotát az adastruktúrának. MyDict pont, ugye egy metódus lesz, pop, és a pop függvénynek átadjuk a kulcsot, amit törölni szeretnénk, legyen ez most az age kulcs. Oké, mentünk, futtatunk. Igen, ugye a pop metódus az nem tér vissza egy értékkel, amit törlünk, tehát ez így nem jó. Először jön a törlés, nem baj, ebből tanulunk, és utána fogjuk kiiratni a dictionary értékét. Futtatunk, és már is látható, hogy az age kulccsal rendelkező értéket töröltük. Ezután ugye hát használ, mehetünk tovább, mondjuk letörölhetjük a name kulccsal elérhető elemet is, és látható, hogy akkor már csak az address kulcs marad bent a szótár elembe. A pop metódus mellett van a pop item metódus is. Ez ugye egy tetszőleges elemet fog törölni az adastruktúrából, tehát az történik a pop item eseténél, hogy kivesz egy elemet, ezt amúgy eltárolhatnánk egy result változóba, majd azt a kivett tetszőleges elemet ki is tördi, kiveszi a dictionary-ből, tehát láthatjuk, hogy levette az address kulcsú elemet az egyik pop item, de ha ezt többször meghívjuk egymás után, akkor szépen tetszőleges elemeket tudunk törölni. Na, hogy éppen melyiket töröljük, az ugye a pop item visszatér ezzel az értékkel, ugye ezt hibáztam el a pop metódusnál, ami ugye nem tért vissza. Tehát az izádba eltároljuk a pop itemnek az értékét, amit automatikusan töröl a halmazból. Na most kiiratjuk ennek is az értékét a print függvénnyel, ugye a rizáltat átdobjuk, utána pedig ugye magát a dictionary-t, tehát futtatjuk, az address kulcsú London értékelt választotta ki a pop item, és ezt ki is törölte az adat halmazból. Törölni tudunk még egyéb módon is egy szótárból, a del kulcsszó segítségével, tehát most adjuk meg a del kulcsszót, és a MyDict változóból a kapcsolj zárójeles segítségével töröljük ki a name kulcsú elemet. Láthatjuk, hogy ezzel is szépen ki lehet törölni egy elemet a halmazból. Meg lehet hívni a MyDict változónak a clear metódusát. Ez a teljes halmaz töldi, és üres lesz a szótár adastruktúránk. Végül pedig ugye a del kulcsszóval törölhetjük magát a MyDict változót is. És ilyenkor ugye a print függvény, ami hivatkozik rá, már hibát dob, hiszen töröltük magát a változót is. Tehát ez így rendben van. Így végül, ahogyan elérkeztünk a szótár adastruktúra alapjainak a megismeréséhez, nézzük meg a legfontosabb eljárásokat, amelyeket ugye meg tudunk nézni, vagy vizsgálni egy szótár esetén. Ugye a legfontosabb, hogy bejárhatóak a szótárak, tehát egy for szerkezet segítségével be tudjuk járni a változónkat, és ki tudjuk iratni ugye az éppen aktuális elemét a szótárunknak, John. Ugye mindig az értéket fogjuk kiírni a konzolra, John 26 és London. Ugye a szótár objektumnak meg tudjuk hívni a keys metódusát, ami pedig visszaadja a kulcsait a szótár elemnek egy listában. Ugye mydict.keys futtatjuk, és egy dict keys listát kapunk, vagy típus kapunk vissza, amiben föl vannak sorolva a kulcsok. Végezetül ugye tudjuk ellenőrizni azt is, hogy egy kulcs benne van-e, szerepel-e a halmazban. Ezt egy if segítségével tudjuk megtenni. If mondjuk age kulcs,
in my dict, fejsort lezárjuk kettős ponttal. Ha ez igaz, akkor kiírjuk azt, hogy létezik a kulcs. Ha pedig nem igaz, ugye egy else ág, akkor pedig kiírjuk, hogy nem létezik a kulcs felkiáltójel. Mentünk, futtatunk, és látszik, hogy az age szerepel a kulcsok között, de azt írom be, hogy age 2, akkor pedig azt kapjuk, hogy nem létezik a kulcs, hiszen nem is szerepel a halmazunkban ez a kulcs. Nagyon röviden ennyit a szótár adastruktúráról. Nagyon sok mindenről nem esett szó, nagyon gyakran lehet vele találkozni különféle algoritmusok megvalósításakor, mindenképpen érdemes ismerni és használni, és ahogyan haladunk az anyagban előre, úgy fogjuk mi is az apróbb részleteket majd kifejteni később. Legyetek akkor is itt velünk, sziasztok!